Szevasztok, Jupi vagyok, Tini Ninja, 20. részét fogjuk csapatni, így van, 20. rész, te jó ég, elég sokáig eljutottunk. Szerezzük meg elsőnek is egy pár új darab karaktert, ami nem is más, mint most Karai, a kígyó van. Hát ugye volt neki egy ilyen kis mutálórása a trutyikkal, és kígyó lett belőle, vagy valami ilyesmi. Nem is tudom, minek lehetne ezt fogalmazni, de egy 11.000 forint, vagy 12.000, nem veszünk semmit. Kaptunk egy Donatello-t, egy klasszikot. Egy klasszik Donatello, hát... Igen. Na mindegy, mondani akartam más is, mindegy, halpofa, így szintet ugrott, kérlek szépen. Most már 3 csillagos és 3 ezüst csillag. Itt a bronz csillag közben, a Dexter Stockman. Vagy nem is tudom, Baxter. Köszönöm szépen, a közben feliratkoztál, király vagy. Na és rankot is tudunk lépni vele, hogy ne bronzos legyen, hanem ezüstös. Hát ezt tegyük is meg. Így máron tovább tudunk menni csillagok terén. 4 is lehetséges lesz, hát nem tudom egyébként, hogy fogjuk-e tovább. Na mindegy, klasszik Donatello a következő nekünk. Klasszik Donatellónk is megvan, nagyszerű, és tudjuk fejleszteni a gyíkembert majd, miután evolúciót fejlesztettünk Donatellónak, vagy Leonardónak, bocsánat. Igen, erre vártam, srácok, megmondom őszintén, mert őt vissza akarom majd tenni a csapatba, és most már aranycsillagosak vagyunk, és 4 darab van meg belőle. Donatello a következő, akit megszereztünk. Mágikus Donatello, LARP, nem tudom annak mi az a rövidítése, nem mindegy. Rafael, mint klasszikba megvan. Ő is az is csillagos egyébként, ő sem annyira rossz. Van nekünk itt a gyíkemberünk, ugye most már tudjuk evolúcióba fejleszteni, mivel megszereztük az aranyszintet, és már is 5 aranycsillagos, azaz lehet tolni 80 szintig felfele. Királyság. Razárt is tudjuk fejleszteni, most már ő is 5 aranycsillagos. Ő nem lesz benne a csapatban, ő már nem fér bele a keretben. Viszont Stockman Flight is tudjuk fejleszteni, ő is most már 5 aranycsillagos. Szuper. Na hát itt hát azért egy, itt még van mit nyitni. Na, Leonardo LARP. Hát ugye ez a videójátékos Leonardo most. Akkor belekerültek a videójátékban a srácok. Michelangelo LARP. Őt is megszereztük majd. Csak egyelőre nyissuk ki Zúzót, mert ha jól tudom, ennyi híja volt, és így már őt is meg tudjuk szerezni. Ott is van, srácok, szuper! Nézzük elsőnek szépen sorban. Michelangelo is megvan. Kis budipumpákkal nyilazik, nagyon menő. Rafael LARP szinten. Hát ő meg gitározik egy baltával. Ez is elég menő. Hova lettek a izék? Na, Karait tudjuk evolúcióba fejleszteni. Azaz, most már 4 csillagos. Aranycsillagos. Hát ugye ezek azért történtek meg, mert én játszottam vele egy csomót. Zúzó, végre Zúzó is megvan 4 csillagba. Szóval én játszottam vele egy csomót, hogy ezeket meg tudjam nektek szerezni. Vagy hát magamnak nyilván, csak így videóban kinyitogatni. Evolúciót fejlesztünk. Kérlek szépen Bradfordnak, most már 3 csillagos, nem is evolúció. Hát itt most lehetne rank uppolni, de nem fogjuk. Most már ez is 3 csillagos, ez a Jackie Chan, Han amúgy. Mindegy. Fú, a denevér is 3 csillagos, hát ezeket nem fogom szerintem rank uppolni, azaz, hogy ez is csillagosak legyenek, mert nem tudom még, hogy kire akarom elpocsékolni azért azokat a szilánkokat, amit látjátok felül, azért mutatja, hogy nem olyan sok van, és 250-be kerül egy ilyen bronzról ezüstre konvertálás, mondjuk így. Na hát itt van egy pár, 5 darab ember tudunk majd rankupolni, és egyenlőre így állunk, srácok, úgyhogy folytassuk a chapter 6 következik, és ezt fogjuk folytatni. Hol is járunk? Sage 9. Szóval a 9. pálya. Hát 52-esek, mi 67-esek. Előző videóban, mintha mondtam volna, hogy 70-ig lehet elmegyünk, hát nem mentünk. Na mindegy, jó az így is. 67-esen meg azért nem vagyunk gyengék, szerintem. Csapassuk. Hát nem lesz 20 perces videó, már most mondom. Jutunk, ameddig jutunk. Csináljuk, ameddig csináljuk, és kész. Nincs így tervben konkrétan semmi, de azért egy 20 perces videót nem akarok. A 4 óráig számoltam, körülbelül annyi azért bőven elég egy Tini Ninjából. Havonta egyszer jön, ugye hónap eleje van, október eleje. Vége a nyárnak. Itt az ősz. Jön a tél. Szét vagyunk. Na mindegy, ne azzal foglalkozunk, hanem azzal, hogy hogy állunk éppen. Én irányítom ugye a karaktereket, én játszom, illetve egyes gyorsaság. Terveztem majd live-ot belőle, megmondom őszintén, ilyen
beszélgetős live-ra gondoltam, és akkor lehet kérdéseket feltenni, közben meg csapatjuk a Tini Ninja-t. Nem a story módra gondoltam, hanem arra, amit ti nem láttok, amíg én játszom vele, hogy ez a szint meglegyen. Szóval értitek, mit tudom én, támadásokat fejleszteni, stb. Arra gondoltam, hogy ezt így lehetne azért egy live-ban tolni. Köszönöm szépen, a közben feliratkozó, vered a like-ot. Megosztani nem muszáj, de megosztod, még jobb vagy. Szóval köszi szépen, srácok. Egyelőre úgy látom, hogy esélyük nem nagyon van ellenünk. Félig, hogy kimisszeltük az ütésüket. Ezért kapnak most egy ilyen csoportos támadást. Köszi, köszi. Egy maradt talpon a vidéken, kis malackát meg le perzseljük. Szuper. Na hát így kell ezt. Nincs itt mit tenni. Meg is van a Victory 3 csillag. 78-as szinte lenne az összes karakter. Ha lenne, annyit trutyim, de rohadtul nincsen. Úgyhogy maradtunk ezen a 67-es szinten. 10 szintet tudnék vásárolni, hogyha lenne. Aki akarja egyébként, majd megállítja a videót és lefordítja magának, vagy elolvassa. Én sajnos nem tudok angolul. Tanuljatok angolt. Én időmben még annyira nem volt, úgymond muszáj. Muszáj volt amúgy nyelvet tanulni, nyilván csak. De mindegy, most már azért jó, ha tudtok angolul, úgyhogy tanuljatok. Közben gondolkodtam, hogy elpocsékoljam el a csapat támadását Leonardo-nak. De így már, hogy egy ember is bekerült a csapatba, csak mondom, hogy mindenkinek van csapattámadása. Azaz, hogy mindenkit támadunk egyszerre, egy lövéssel. És azért az elég durva, szerintem. De menő ez a csapattámadás, meg is purcant mindenki. Fasza. Ide is el fogjuk pocsékolni, hát karajét már előttük. Nem baj, meglándzsázzuk, tárlázzuk, bocsánat. Nem sokat sebződött amúgy. Veszeg lézer szemmel küldi neki. Takarodj már, miért lépsz kétszer? Na, egy forgószeles támadás. Jó, kettő szélső meg is pusztult, nagyszerű. Ki lesz a következő? Ki lesz? Na, elépjél már ennyit, hello. Na, egy szemrakéta. Rogy. Így kell a srácok. Ezért jó, hogy mindenkinek van már csapattámadás, még ha az elején el is használom valamelyikét, azért itt a végére azért marad 2-3. Hogy legalábbis úgy kell csinálni, hogy maradjon. Siege 11. Szerintem, hát már most benne vagyunk itt a 8 percben lassan. Szerintem még megpróbáljuk a hárrot, hárból még vagyunk egy meccset, jó? És akkor annyi lesz a végén, úgy terveztem. Nyilván ezt a normált ki akartam vinni. Mondjuk 54-esek még annyira nem jelentenek kihívást. Hardban már azért hard lesz. Szóval hardban nehezebb lesz a dolog. Van egy olyan érzésem. Na meglátjuk, egyelőre csapassuk ezt a meccset. Géppuska vagy rakéta? Hát nyilván rakéta. És hát nem nyilván, de a géppuska az még jó lesz majd a következő hullámra. Na nézzük, kik az ellenfelek. Ó, hát ezek semmi. Ha van egy kék ilyen kis medúza, az már inkább problémát jelent, mert életet tölt. Szivatott már meg egy párszor. Úristen, majdnem mindenki meghalt. Ezt megperzseljük szépen. És ennyi. Jó, nem kihívás ez még, na. Azért is fejlesztem a karaktereimet, meg a támadásokat, hogy ezek ne legyenek kihívások, azért videóban elbukni. Szívás. Lehet lesz majd olyan is, még nem találtam ki, hogy tegyünk-e bele olyat, hogy jussunk, ameddig jussunk. És jutunk, ameddig jutunk, inkább így mondom. Szépen magyarosan. Mi van? Fejek. Frankik a fejek. Úgy látszik, most őket kell itt legyőzni, hát... 60-asok más srácok, azért itt már alakul, és kíváncsi lesz, hogy ki lesz a boss. Ugye itt jön a főnök. Ki lesz a boss. És az utána járó jutalomra is kíváncsi leszek, mert valaki, aki bronzos vagy ezüstös, aranycsillagot fog kapni. Meglátjuk, izgulok. Remélem valamelyik Tini Ninja lesz. Na, hát gondolkodtam rajta, hogy elpocsékoljam el csapattámadást, de nem. Ezeket még így le tudjuk győzni. Mégse, azt hittem egy ütéssel megöli. Karai azért gyengébb. Hey, erről nem volt szó. Na nézzük a második hullámot.
második csapatok mondjuk így inkább. Hát azok a polip is izék meg mik. Egy szemrakéta. Jó, egy megnyekkent. Püff! Így kell ezt. Nézzük a főboszt! Köszi szépen, ha feliratkoztál és vártad a lájkot. Dik egy baba. Szia baba. Szia. Mégse baba. Ez igen, az ártatlan kislányból mi lett. Kap is egy gránátot gyorsan. Iha. Jól van, ez a méregeztette a dolgát. Ő mennyi sebez? A katonánk mindjárt megpurcan. Na erre mindenféle spéci támadást el kell pocsékolnunk, srácok. Még a végén meghalunk és nem lesz három csillag. Gondoltam, hogy kemény lesz a boss, de azért, na. Erre nem számítottam, úgyhogy töltünk életet. Ez sem mostanában volt, mi? Hogy életet kelljen Jupinak tölteni? Leg is perseltük. Szuper, 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 szuper! Kap egy támadást. Ezt a teleportot még nem is láttátok. És ezzel befejeztük. Leesett a fej. A másik is. A két fejes. Hú. Kicsit betoltam, megmondom őszintén. Azt hittem, hogy meglepetést fog okozni, de nem. Ezért jobbak vagyunk. Krengek. Jutalom feloldva. Szuper. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ki lesz aranycsillagos. Így is van, ki lesz aranycsillagos. Nézzük. Jó. Pizza fej, nem már. Ó. Azt hittem valamelyik jobb lesz, megmondtam őszintén. Na és a chapter 7 is fel lett oldva, srácok. De mi még maradjunk a 6-nál. Ez már a 7, ugye? Ja. Nekünk a 6 kell. És itt a 3-ban vagyunk, ugye normált azt végigvittük, szuper. Ja, megvan mind a 12. És a hard. Xavit tudjuk megszerezni, mondjuk már megvan végig, úgyhogy tök mindegy, ez most nem osz, nem szoroz nekem. Nézzük, milyen szintűek az ellenfelek. 64-esek, 64-esek, mi meg 67. Három szint különbség van, ami már nem sok. Hát nem tudom, hogy a következő videót hogy a szinten kellene csinálni, hogy ezeket végig tudjuk vinni. Azért három órban már azért itt ellenfelek lesznek. Szerintem. Egy olyan 74-5 bőven kell. Még meglepetést fognak ezek is itt okozni, vagy kéne őket kinyírni. Gondolkodtam rajta, hogy dobjuk el a szemrakétát, de nem. Mert azért még van kettő csapat ezeken kívül, srácok, kettő csapat, akit le kell győznünk. Ez szívas. 64-es szinten, basszus. Jó. Köszi, ha feliratkozol. Az persze, hogy még ilyen csapattámadást csinál ellenünk. Jó lesz az, bízom a többiekben. Még mondjuk Leonardo-nak ott van az élettöltése. Nagyszerű, és lehet el is kellene használni. Katonánkat majdnem megölte is, srácok. Szörnyű. Kapjátok a rakétát, haverok. Fél életük van, hát géppuskát lehet el kéne nyomni. Nem tudom. Mindegy, rányomtunk és majd lesz valami. Jó, ez volt a terv, hogy megnyekkenjenek. Hát egy tanárnéni. Jött a rakéta. Boom. Szép. Jól van, megvan a meccs. Kicsit beparáztam az elején, megmondom őszintén. Kimisszeltük, nem talált, haver. Hiába van ez a Defense Plus. Innentől milyen kanyártes meccs. Éj, azt hittem megdöglik. 66-os mondjuk. Bőven elég volt neki ennyi. Küldjük a rakétát, mert már nincs jelentősége tartogatni. Bőf a tanárnéni túlélte. Egy teleporttal elrendezzük a száját. Rotty! A farkával képen vágta. Na mindegy, a lényeg, hogy nyertünk, és megvan a három csillag, srácok. Szuper! 78-as a karakter, mi meg csak 67. Több mint 10 különbség van. 10 szint különbség, és a Sage 2-nél fogjuk folytatni. Hát, amint látom, itt is van lehetőség bőven.
Következő videóban biztos nem fogunk végigmenni rajta, mert rengetegen vannak 12-en, és mi csak 2-nél járunk. Na mindegy, 10 szintet nem fog végigvinni, kaptunk közben még 2 darab zúzót, elég lesz őt is kigyűjteni. Én viszont ennyit terveztem volna már a srácok, ez így marad, ezt azért rankuppoljuk, mert most már a bronzból arany lett, és plusz még egy csillagot is kaptunk, úgyhogy ez azért elég menő szerintem. Na, én elbúcsúzom már, én ennyit terveztem volna, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, jöhet rá a like, a feliratkozás, köszönöm szépen. Van Discord csoport, Facebook csoport, linkje lent van a leírásban, hogyha akarsz csatlakozni, azt is megteheted. Szép napot, jó pihenést, meg ilyesmi, ami éppen következik, ki tudja, kinek mi lehet, tanulni is kell. Legyetek jók, sziasztok!